Itt az egyik skála melletti lépcsőház ajtajában lépett támadója a nő elé hétfőn este. A két fél szóváltásba keveredett, majd a férfi úgy tudjuk arcon szúrta a nőt. A lakók nem sokkal fél öt előtt lettek a hangos szóváltásra és sikítozásra figyelmesek. Hallottam, hogy valakit veszekednek, de meg azt láttam, hogy valakik ott jönnek a kocsitól, aztán hívják az autókat, és akkor megjelent, hogy négy ilyen villogó autó, hát nem tudok megrendülök. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, és köszönhetően a gyors bejelentésnek, valamint a szemtanúk segítségének a pár száz méterrel odébb található irodaház előtt elfogták a feltételezett elkövetőt. A riasztást követően munkatársaim azonnal a helyszínre mentek, és köszönhetően a gyors bejelentésnek, továbbá a szemtanúk segítségének a közelben elfogták a feltételezett elkövetőt, aki addigra már saját magát is megsebesítette a késsel. A mentőszolgálat munkatársai mindkét felet súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a rendőrség pedig később őrizetbe vette az 59 éves férfit, akit életveszélyt okozó testi sértés büntet kísérlete miatt hallgattak ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Úgy tudjuk, a konfliktus a két fél között anyagi természetű lehetett. A közelben lakók elmondása szerint az 59 éves férfi többször is járt már a Pilinszky János téri lépcsőház környékén, mert a férfi állítása szerint a nő tartozott neki. Ki.